1990-ben kecskeméti városi versenyként indult az a matematika verseny, amelyhez az elsők között csatlakozott a Kőkúti iskola. Mára már évente országosan több mint 60 ezer tanuló vesz részt a megmérettetésen a határon túli diákokkal együtt. Azóta is a megyei versenyt és a díjkiosztót a kőkútisok rendezik. Itt a díjátadó ünnepségen az évek során egyre többen lettünk, mert ugye az Rínyi verseny kibővült a középiskolásokkal, aztán a másodikosokkal, tehát a mai napon összesen 170 körüli tanulónak adunk át jutalmat a szép eredményéért. Egyéni versenyben az első 15 tanuló, illetve középiskolában az első 3 tanuló, csapatversenyben pedig a legjobb iskolák évfolyamonként jutalmat vehetnek át. Az országos döntő az idén Pécsett kerül megrendezésre. Ez egy 3 napos program, tehát maga a program is jutalom a gyerekeknek, nagyon érdekes rendezvényeken vehetnek ott részt, és ide az országos döntőre 14 tanulónk jutott be, tataiak is vannak közte, úgyhogy a tatai gyerekeknek külön örülünk, hogy ilyen szépen szerepeltek. A versenyfeladatok ötletesek, a logikát tornáztatják. A tatabányai bolyai iskolások is 25 éve az elsők között csatlakoztak az országos versenyhez. Mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy a matematikát is úgy kell gyakorolni, úgy kell rá készülni, mint bármilyen sportot, edzeni kell, és az edzés csak sok-sok munkával mehet. Ennek egyik módja ez a verseny, ami egy picikét más, mert nem kidolgozni kell a feladatot, ahogy a gyerekek mondják, x-elős, de x-elni nem tud, csak az, aki tudja, hogy mi van a feladatok mögött, tehát meg kell oldani, és ebben egész pici kortól, már harmadiktól igenis rutint lehet, meg kell szerezni. Én hiszek abban, hogy gyakorlással mindent el lehet érni, úgyhogy remélem, hogy még sokáig lesz ez a verseny.